mivel hogyha alkotásainkban tükrözzük a valóságot, ezért lett a címe, hogy ez van. Az egyik alkotó, Kis Márta arról beszél, hogy miért az Ez van címet viselte a közös kiállítás. Szereti a természetet, ami az alkotásain is tetten érhető. Természetképei mellett olyan művek szintén láthatóak, amelyek társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. A alkotásomban mindig próbálok a természetes képeknél megfogni egy olyan részleteket a természetből, aminek ott az ereje, a szépsége, és ezt kivitelezni vászonra. A tyúkos képeknél pedig a emberiségre irányított irónia érezhető, a társadalmi viszonyok, a emberi kapcsolatok, tulajdonságok, ezek mind tükrözik a tyúkok, kakasok és a Baromfi útban. Migráns helyzet, média manipuláció, élelmiszerpazarlás. Kovács Csonga Anikó többek között ezeket a sokakat érintő témákat dolgozza fel. Célomnak tekintem azt, hogy a művészetet arra próbáljam felhasználni, hogy ezekre a globális problematikákra valamilyen szinten rámutassak, és felhívjam főleg rájuk a figyelmet. Az aktuális témákat, a migránsokat, illetve ezeket adjátok vissza a lányainkat, kép grafika formájában igyekeztem megragadni. Saját kidolgozott technikával dolgozom, nagyon bonyolult monotípiátnak lehetne nevezni. A két kiállítónak sok téma van még a tarsójában, ezért mindketten újabb alkotások elkészítését tervezik. Közös tárlatuk szeptember 9-éig tekinthető meg a galériában.